Szóval üdvözletünk mindenkinek, ez itt ismételten a Culture Geeks, ez most egy kicsit ilyen mesélős videó lesz az elmúlt néhány hétről, amelyet, hogyha észrevehetetek, tőlünk nem igazán voltunk aktívak sem itt, sem más közösségi platformon. Ennek megvolt a maga oka, a szakállam sem véletlen ilyen hosszú. Leginkább az Instagramon láthattátok, hogy a szakállam ilyen hosszú. Hogy ilyen hosszú perc a szakálla, igen, ez nagyon fontos, remélem mindenki megjegyezte, írjátok le kommentben, hogy milyen hosszú. Igazság szerint, aki Instagramon követ, az nagyjából láthatta azért, hogy mi folyt itt. Az történt, hogy vállaltunk egy kis külföldi munkát, pontosan 2 hét hosszra Németországban, egy kempingben, és hogy ez egyáltalán hogy jött létre, meg hogy lehetséges ilyen 2 hétre munkát vállalni, meg hogy miért egyáltalán. Erről lesz most szó, és kicsit azért megmutatjuk azt is, hogy ezt egyébként hogy lehet csinálni. Mert hogy ez a lehetőség, ez nem csak számunkra nyitott. Megpróbáljuk. Tehát hogy megpróbáljuk. Mi nagyon ilyen első tapasztalatból fogunk most mesélni. Igen, tehát szóval nem vagyunk profik. Ez nem egy ilyen kurva jól csináljuk, és ezért csináld utánunk videó, hanem hogy megmutatjuk, hogy mi hogy jutottunk el oda, hogy legyen végre egy ilyen első tapasztalatunk. Úgyhogy hát induljunk is el onnan, hogy mi is ez az egész. Okay. A Workaway nevű oldalon regisztráltunk, amiről tavaly még év elején, év közepén hallottunk először. Kitől hallottunk róla? Meg nem tudom mondani. De mindegy, lényeg, a Workaway egy olyan platform, ahol önkéntes munkákat lehet vállalni a világ minden tájára, jellemzően egyébként valamennyi óra munkáért, tehát jellemzően 4-5 óra naponta és heti 4-5 nap munkáért szállást, és sok helyen ételt is adnak, illetve vannak fizetett pozíciók, ahol az adott ország minimálbérét is meg lehet keresni. Ilyenkor értelemszerűen mondjuk ellátás nincs, vagy az is van, tehát hogy nagyon különböznek ezek a helyek, hogy melyik host mit nyújt az adott munkáért cserébe, illetve nyilván vannak olyan helyek, ahol teljes munkaidőben lehet dolgozni, és azok többnyire a fizetős helyek egyébként teljes munkaidősek. Bizonyos országokban azért nem tudom, ilyen 3-4 hetes szállásokra azért ilyen milliós összeget is el lehetne költeni, és ezt mondjuk ki lehet váltani egyes utazók számára, hogyha így utaznak, hogy heti 3-4 napot dolgoznak az adott helyen, és akkor van szállásuk, és a maradék szabad napjaikon pedig vagy dolgozhatnak a saját projektjéken, ha szabadúszók, vagy nézhetik a helyet, és megismerhetik az adott országot, vagy várost, ahova mentek. Az alap működése, rendszere egy kicsit ahhoz hasonló, mint ami például az Airbnb-n van. Tehát itt is vannak mondjuk például feedbackek, itt is vannak szűrők, amikre lehet keresni, itt is ugyebár van egy chat felület, amin keresztül meg lehet beszélni a dolgokat. Amúgy egyébként nekem kifejezetten tetszik az oldal, bár megmondom neked őszintén, hogy én sokkal, de sokkal rosszabb arányban találtam jó helyeket. Te általában sokkal, de sokkal jobbakat találsz, aztán én így nem tudom, tehát amikor te körülbelül fél éve keresgélsz ezen az oldalon, tulajdonképpen. Október óta egyébként, ez már több is. Igen, én adtam neki körülbelül egy ilyen 3-4 alkalmi esélyt, hogy így keresgélek rajta, de hát megmondom őszintén, hogy volt egy pont, amikor azt mondom, hogy Ázsiában sokkal jobban, inkább feladtam. Szerintem több időt raktam bele. Egyébként biztos, ezen persze. A ponton azért elmondanám, hogy ez nem egy szponzor videó. Tehát, hogy semmit nem kapunk a Workaway-tól, és Bárcsak. Egyébként elmondanám, hogy nem a Workaway az egyetlen ilyen platform. Csak mi erre regisztráltunk, tehát azért erről beszélünk, de egyébként nyilván vannak más hasonló oldalak is, illetve hogyha csak így kerestek mindenféle hát önkéntes pozíciót, akkor találhattok, tehát hogy ez nem a Workaway sajátja, hanem ez egy ilyen létező rendszer. Ezek nagyon sokszor ilyen tök érdekes vagy különleges projektek. Vannak, hogy jótékonysági projektek, mondjuk elmennek valahova kórházat építeni emberek, vagy valamilyen közösségi házat, de lehetnek egyébként kulturális projektek, amiknek kifejezetten az a célja, hogy ilyen kulturális kicserélődés, ez magyarul nem hangzik. Kulturális kicserélődés? Igen, kulturális csere. Szóval, hogy az a lényeg, hogy megismerjék egymás kultúráját az ott lévők, illetve az érkezők is, hogy tanuljanak egymástól, vagy hogy nyelvet gyakoroljanak, különböző nyelveket. De van, aki babysittert keres, vannak mondjuk idősházas párok, akik kerti segítséget. Szóval, hogy vannak magánemberek, és vannak bizniszek, akik keresnek, és a bizniszeknek jellemzően fizetniük kell. Tehát ez az oldal szabálya, hogy fizetést kell adnia, ez természetesen nincs így minden esetben. Illetve vannak ilyen különféle úgymond szezonális munkák is, amik egy adott időszakra szólnak, hogyha mondjuk egy kicsit nagyobb a forgalom, vagy mondjuk nyári időszak van, és akkor arra keresnek embert, mert tudják, hogy mondjuk az egy kicsit forgalmasabb időszak, és mi is egy ilyenen voltunk, de erről majd egy kicsit később. Alapvetően így az egész környezetünkben ezt így sokaknak elmeséltük, hogy mi akkor ezt szeretnénk, ezt keressük, illetve azt is, hogy na, végre sikerült, és megyünk, és azért megint őrültek, néztek minket. Többségében azért ilyen, nem az volt a reakciójuk, ami nekünk, tehát, hogy inkább az, hogy hát ez jó, és ez hogy működik, és hogy miért, és nyilván ott van a kérdés, hogy azért nekünk van itt egy vállalkozásunk, nem ez a csatorna, hanem hogy így alapvetően forgat
tartunk, grafikai munkákat vállalunk, szóval, hogy van egy ilyen erősen szellemi, kreatív leginkább munkánk. Mentális. Igen, ami sokak úgy gondolnak rá, hogy ez egy tök jó álom munka, hát a hobbitokból éltek meg. Tulajdonképpen igazuk is van. És ebben igazuk is van, nyilván a megrendelő azért nem azt rendeli általában, amit feltétlen a legszívesebben csinálnál éjszaka szabadidődben, okay, de ettől függetlenül egy nagyon élvezetes dolog leadni neki. Igen, mert azért magában a szakmában vagyunk szerelmesek. Igen. Tehát, hogy nagyon szeretünk logókat készíteni, arcolatokat tervezni, videókat legyártani, operatőrködni, tehát hogy itt nem arról van feltétlen szó, hogy megvalósítjuk önmagunkat és azokat a projekteket úgy csináljuk meg, ahogy mi nekünk tetszik, hanem tényleg mi ezt szeretjük csinálni. Bármennyire is szeretjük, meg minden, mi ennek ellenére el akartunk menni dolgozni kávézóba, vagy farmra, vagy bármilyen helyre, falat festeni. Több ötletünk volt. Igen, nagyon sok ötletünk volt, és hogy Dani egyébként sokat mesélt már arról, amikor Cateringbe dolgozott, és akkor így ezt most hozzátenném, hogy én is vele dolgoztam ott, csak ugye ezt ő nyilván nem említette most, akkor én is, hát ezt így coming out-olom, hogy én is vele dolgoztam ott, szóval, hogy nekem ennyi tapasztalatom volt, és ott egyébként ezt nagyon megtapasztaltam, hogy mennyire hasznos egy ilyen váltás, mert ha szerelmes vagy a szakmádba, az a legveszélyesebb abból a szempontból, hogy abban a legkönnyebb kiégni, mert akkor szabadidődben is csinálod. Igen. Nem tudom, hogy amúgy te személyes tapasztalatokat tudsz mondani erről, én nagyon éreztem ezt így az utóbbi időszakban, sőt nem is az utóbbi időszakban, én még tavaly is nagyon. Tehát nem tudom, például emlékszel rá tavaly januárban, hogy én teljesen demotivált voltam minden tekintetben, mind a csatorna, mind pedig a saját vállalkozásunk kapcsán, és nem igazán akartam hozzászagolni semmilyen. Nem akartam kikelni az ágyból, tehát már odáig eljutottam, és nem igazán volt ennek előzménye, egyszerűen csak így túltöltöttem, már sok volt. Hát az őszi időszakkal egyébként abszolút, igen. Mert ősszel mindig nagyon sok munkánk van, és ilyenkor jellemzően nagyon túlterhelt heteink vannak. Ja. Tehát ez a volt neked olyan heted, hogy 4 óra alvással mentél vissza folyamatosan. Ez tavaly volt, igen. Erre emlékszem, hogy az egész héten így ment. Tehát most nem ez a végtelen panaszkodás, csak ilyen infószinten, aki nincs benne, vagy aki szeretne benne lenni, az szerintem tök jó, hogyha azért ezekről tud. Ezt nem lehet úgy megoldani, hogy jó, akkor kimegyek a tengerpartra egy hétre, és akkor pihenek. Rövid időszakra azért jó az is. Nagyon jó az is, de nem lehet úgy megoldani a mentális pihenést, hogy kifekszel a partra, és akkor hagyod az agyadat, hogy ne pihenjen, mert értelemszerűen azon fog gondolkodni, hogy milyen videót kéne csinálni a csatornára, hogy annak az ügyfélnek milyen logója legyen, és hogy egyébként majd, ha visszamegyek, akkor ezt és ezt kell csinálni, és tök előrébb lennék, hogyha gondolkodnék rajta, és amúgy ez egy tök jó videó ötlet lenne, fel kell írnom gyorsan. Jó, tehát, hát ezek már mi vagyunk. Tehát... az, hogy nem kell dolgoznod egy hétig, az a mentális munkáknál nem jelenti azt, hogy te nem fogsz dolgozni legalább fejben egy hétig. Nem tudod itt hagyni, nem tudod kikapcsolni, mert az agyad úgyis keresni fogja az újabb ilyen ötleteket, megoldásokat. És hogyha elmész egy kávézóba, és 8 órát vagy 7 órán keresztül arra koncentrálsz, hogy jó, akkor most csinálok 2 cappuccinót, az egyiket azt zabtejjel, és akkor még kértek egy kávélettét, meg még kértek egy amerikánót, akkor nem tudsz a videókon gondolkodni. És nem is gondolkodtunk. És nem. Ez az egyik, hogy mentálisan is kiszed a mentális munkánkból, ez az egyik nagyon fontos, a másik nagyon fontos, hogy közben nem érzed magad haszontalannak. Szóval nyilvánvalóan hosszabb szünet kell, mint egy 4 napos hosszú hétvége. Igen. És ez nekünk most 2 hét volt elsőre, de lehetne több is. 2 hét az már tök sok idő, viszont ahhoz meg tök sok idő, hogy ne csinálj semmit, ne legyél sehogyan se hasznos, mert akkor meg haszontalan. Az a legrosszabb tényleg, amikor ilyen semmit nem kell csinálnod, és persze ez egy ideig, óráig oké, mert mondjuk, mint tudom, pihenni szeretnél. Persze, 2 napig körülbelül. De utána már elkezded azt érezni, hogy bassza meg, lopom az időt. Gyakorlatilag most ebben az időben most csinálhatnék valami mást is, valami hasznosat is, és ez a világ legrosszabb dolga. És hozzátartozik egyébként, hogy a mi munkánknak általában az eredménye digitális, és nem kézzel fogható. És amúgy ez nagyon-nagyon más volt, amikor én ezt először tapasztaltam, hogy ja, megcsináltunk 400 szendvicset egy nap. Nagyon más érzés ezt az eredményt így letenni, mint valamilyen digitális munkát, és ez szomorú egy kicsit, de igen, más, amikor kézzel más az értéke. Vagyis, hogy nem úgy értem a más értéket, hogy mondjuk ez többet ér, az meg kevesebbet, hanem hogy másfajta. Máshogyan érzed a dolgot, másfajta értéket képvisel. Igen, és ez az érzés, hogy máshogy vagy hasznos, de hasznos vagy, miközben az egyikből úgymond pihensz, és nagyon szeretném, hogyha legalább egy nagyon mérges vendéglátásban dolgozó most beírná a kommentekbe, hogy én pihenésnek nézem az ő munkáját, és rohadjak meg. De... Léci, értsétek félre. Nem, nyilvánvalóan nem. Tehát itt a váltás fontosságáról szeretnék beszélni, nem arról, hogy nem tudom, vendéglátásban dolgozni, ez van pihenés.
pihenés, mert rohadtul nem egyébként. És most sem pihentünk. Most sem, tehát hogy nem kell félreérteni, tényleg itt ez a váltásról szól. Természetesen nagyon fárasztó napjaink voltak, ugyanúgy, ahogy a gép előtt, csak nagyon máshogy. Igazából októberben jutottunk el oda ilyen, nem tudom, több hónapos gondolkodás után, tehát szerintem egy bő 3 hónapot gondolkodtunk ezen, vagy 4-et, hogy hát azért ez nagyszerű lehetőség lenne, de hát itt hagyni hetekre a vállalkozást, azt nem lehet megcsinálni. Aztán október végén eljutottunk oda, hogy jó, fizessük ki a tagdíjat, regisztráljunk, kezdjünk el írni hostoknak. Elsősorban azért, mert akkor láttunk egy nagyon király izlandi lehetőséget, ahova ki lehetett volna menni egy hónapra és segíteni, fizetett pozíció is lett volna. Nyilvánvalóan ez nem úgy működik, hogy az első host majd fel fog téged venni. Írtunk neki, nem is válaszolt. Naivak voltunk ezzel, vagy igen, őszintén. Reméltük, hogy ez azért könnyebben megy. Ennél legalábbis. Tehát nem gondoltam azt azért, hogy az első az majd biztos bejön, de arra gondoltam, hogy ha ez nem jön be, akkor majd még lesz másik, hiszen a hónapok alatt, amíg gondolkodtunk, egyébként a hostokat bármikor meg lehet nézni, anélkül, hogy az ember fizetne. Szóval mi ezt nézegettük, hogy hát azért mindig volt egy-egy lehetőség, ami tetszett, és aztán végül ugrottunk. Ez az ugrás gyakorlatilag úgy sikerült, hogy fél évig írtam leveleket hostoknak. Igen. És nagyon el volt elkeserődve amúgy. Mert már nagyon... Te nem azt jelentette a fél évig írtál hostoknak, hogy amúgy ennyi munka jött össze? Tehát ez nagyon fontos. Ja, nem. Tehát, hogy körülbelül 49 levélnél tart most a levelező láda egyébként, ami így nem tűnik olyan soknak, de hogy nyilván nem ír az ember mindenkinek boldog-boldogtalannak, hanem csak amit tökéletesen megfelel. Mm. Tehát, hogy ez nagyon sok időszakban ilyen napi szintű átböngészét, kis keresgélést, megnézni, hogy jó, melyik országban vannak még lehetőségek, jó, melyik ország jöhet még szóba. Vannak helyek azért, ahova tök jól hangzik, meg minden, de mondjuk egy norvég sziget valahol a nagyon sok sziget közül, és akkor oda egy nap egyszer jár egy komp, és öt átszállással. Igen, és senki nem hallja a sikit. És aztán a végén már egészen kitágítottuk a lehetőségeket, tehát először elkezdtük, hogy jó, akkor mi Izlandra mennénk, de egyébként Norvégia is terv volt, úgyhogy Izland-Norvégia, aztán elkezdtük a skandináv országokat nézni, aztán így végül is elkezdtük a Benelux államok köré is nézelődni egy kicsit, meg Németország, Ausztria. Tehát, hogy gondolkodtunk akkor már abban, hogy végül is az is király lenne, hogyha kocsival el tudnánk menni oda. Nagyon sok levélen voltunk túl, és hogy mi volt a baj ezekkel a levelekkel, mert azért szerintem ez is nagyon fontos. Nem akartunk... De... Mi volt belük baj? Hát jó, amúgy nem minden baj tudok vele, tehát a hostok tudnák a legjobban. Hát igen, most ezen gondolkodom. Oké, első probléma, nem volt semmilyen feedbackünk, sem badge-ünk, semmi. Tehát mi emberek voltunk, akik mondanak magukról valamit, de az vagy igaz, vagy nem. De lehetettük volna sorozatgyilkosok. Igen. És megmonesztálók, vagy... Ja, bármi lehetett volna. Szóval, ja, nem volt rólunk semmi vélemény. Ugye ez is egy olyan közösségi oldal, ahol csillagos értékelése van mindenkinek, meg szöveges. És hogyha nincs rólad egy se, akkor azért az nehéz ügy. Mert valaki legalább validálja, hogy te így... Létezel, és nem vagy egy faszarcú. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Ez egy lényeges dolog. A másik szerintem az, hogy nem volt elég képünk úgy, hogy mi dolgozunk. Igen. Tehát, hogy mert nem voltak olyan képeink alapból, tehát, hogy hát, hogyha volt is, akkor kevés. Hát igen. Tehát, mert most lefotózhattál volna úgy, hogy ülök a gép előtt. Számítógép előtt, de nem. Igen. Tehát, hogy nyilván akkor inkább kiraktunk pár ilyen gyümölcsszedős, utazós, főzős képet, de hogy azért jobban mutatnak ezen a platformon azok a képek, hogy te mindenfelé projekteken dolgozol, igen. De hát nyilván, mivel ez az első volt, ezért nem. Szerintem a harmadik nagy probléma, hogy nem akartunk elsőre rögtön 2-3 hónapot vállalni. Aha. Voltak, akik azért visszakérdeztek, hogy jó, hát de, hogy minimum 2 hónap a szezon létszik, akkor nem lehetne ennyire, és mondtuk, hogy hát azért az még necces, ugye elsőre, meg minden, de azért nagyon részletesen és egyre részletesebben, és próbáltam folyton alakítani a levelet, hogy igen, mi már újítottunk föl lakást, úgymond repedéseket gipszelgettünk, meg nem tudom, csiszoltuk a falat, festettünk, tehát ezek megvoltak, hogy egyébként a befőzéshez is értünk, egyébként tök sokat főzünk. Szendvics készítés, lekvár. Igen, van már ilyen tapasztalat is azért, meg én is voltam egyébként recepciós is, hogyha olyan volt, akkor ezt is tudtam mondani. És akkor jött vissza egy üzenet egy német hölgytől, aki örömmel fogadott minket 2 hétre, és kiderült, hogy egyébként ennek van egy ilyen oka, mert egyébként 2 egymást követő hosszú hétvége volt, és májusi alkalom, és ők egy kempinget vezetnek, ahol ez szezon. És Németországban óriási kultúrája van egyébként a kempingezésnek, a nyugdíjasok és a családosok körében elsősorban. Nagyon felszereltek. Gyakorlatilag én nem értettem, hogy kiköltöztek 2 darab éjszakára, és felépítettek egy falut. Voltak érdekes dolgok amúgy, abszolút. Elképesztő effort volt. Mindenre igazából, amire csak így rácsodálkoztunk, a végén már csak annyit mondtunk, hogy németek. És amikor ez megérkezett, ez az első levél, megvolt az interjú,
és akkor ott voltak a általunk később is megismert stábtagok, mindenkit kíváncsi volt, és elmesélték, hogy mi lesz, és akkor letettük a hívást, ez egy videóhíváson volt, ahogy minden interjú, és jó, akkor ez igazi. Én bennem azért volt egy ilyen, hogy nehezen hittem el, hogy van egy ilyen, hogy emberek tényleg még ez a gondolat akkor is volt, amikor elfelültünk a repülőre. Abszolút. Még, hogy így megérkezünk, az úgy még lesz ott valami? Igen, hogy ez tényleg ott lesz, és emberek várnak, és holnaptól dolgozunk. Ez így tényleg így lehet? Ez ilyen elitnek tűnik a számomra, hogy például, hogy Erasmusra jelentkezni is azért voltak feltételek, megkapod-e, meg basszus, akkor vizsgákat kell letened egy idegen nyelven, hogy akkor az hogy fog működni, meg hogy a nyelvtudásunk elége, és az interjú alapján elég volt. Nyelvtudás, igen. Az egyébként egy erős félelmünk volt. Szóval igen, tehát hogy voltak ilyen dolgok, és apró utaló jelek, amik erősítették leginkább bennem ezt a félelmet. Tehát én már magukon, az interjúkon is amúgy volt bennem egy ilyen para, hogy most így meg kell szólni. Ez mindig izgalmas angolul volt, de minden interjú jó élmény mindenki, volt. Minden interjúról ilyen nagyon pozitív reményünk volt, tehát hogy ezeken kiderült igazából, hogy sokkal jobban tudunk angolul ahhoz képest, mint amit úgy elképzelünk, hogy tudni kéne angolul. Hát mert nem használjuk egyébként igen, napi szinten persze, az angolt. Meg ha használjuk napi szinten az angolt, ez így nem igaz, hanem hogy nem beszédben, igen, hanem írásban. Tehát nem egymáshoz nem angolul nagyon beszél. Ritkán használjuk az angolt beszédben itthon, és emiatt volt egy ilyen tök nagy félelem, hogy vajon hol tartunk abban, hogy egyébként nem angol anyanyelvű embereket, vagy nem amerikai embereket megértjük-e az angolul. Meg a másik. Hogy... egyébként mi arra számítottunk, hogy ez a kemping nemzetközi lesz. Igen. De nem. De ez meg a másik, hogy még az interjún is mondták, hogy amúgy német turisták, és hogy mondták, hogy németül tudunk, vagy kérdezték, hogy németül tudunk-e. És így hát rátfordultam, hogy... De jó, de az a probléma, hogy én 11 évig tanultam németül, de hogy gyerekként valahogy ez a nyelvtanulás, ez nagyon nem fogott meg, nem értettem, mire kell, mert ugye nem is utaztunk a családdal külföldre. Akkor még ez nem volt ilyen nyitott ez a világ, tehát akkor még nem volt internet, meg ilyesmi. Vagyis volt, de értjük, tehát hogy a 8 évesen, amikor mi 8 évesek voltunk, akkor még nem hekkeltünk. Nem volt széles körül. Hát nagyon kevésre emlékszem. Szerintem tök elő lehetne hívni, de azért az alapoktól kéne kezdeni. És most is azért elő-elő jött. Tehát, hogy a gyerekekkel azért néha sikerült beszélni, akik ugye nem tudtak feltétlen angolul. Egyébként sok gyerek igen. A kemping közönsége az ilyen 99% körül német. Ja. És hogy gyakorlatilag kettő családdal találkoztunk, akik nem feltétlen teljesen németek, az egyikük az Portugáliából jött, azt Portugál hiszem, voltam, másikuk igen. Magyar másik volt félig. Magyar csávó, igen. Úgyhogy igen, ez azért volt egy ilyesfajta félem egyébként bennünk is, meg a hostban is, mert egyébként ők se tudták, hogy az emberek mennyire váltanak angolra, és egyébként nem csak rólunk volt szó. Tehát, hogy összesen még 5 workaway-er volt egyébként a kempingben velünk együtt, és hogy ebből csak egy lány beszélt németül. Tehát, hogy a többiek is nyilván volt. Csak ők nem kasszáztak és kávét főztek. Ők nem kasszáztak, ez fontos. Az olasz srác is jellemzően kávét főzött, ahol egyébként igen. Így... Tehát nem kellett beszélni emberekkel. Igen, vagy nagyon keveset, de hallottam, hogy azért ilyen olasz szavakat így betűzné, amikor angolul beszélt. Vagy lehet, hogy ez lehet, hogy nem olasz volt, csak nagyon-nagyon úgy hangzott, mert akcentussal igen, mondta. A cukkeró az nem olasz. Ami másik nagy félem volt, kasszázás. Egy olyan pénzzel, amit nem használunk minden nap, úgyhogy soha az életben nem kasszáztunk még. Na, igen. És hogy ez nem olyan kassza volt, hogy beütött, hogy hány eurót kaptál, és kiköpi a visszajárót. Nem, ez a fejben számolós volt. Egyrészt a folyamatos fejben számolás, másrészt egy olyan pénzt kezelni, amit amúgy nem kezelünk a mindennapi életben. Ez a kettő egy ilyen, hát azért para volt. De gondolom, para. Ez elmosta neked a nyelv. Para volt, de amúgy eleve úgy értünk oda, hogy nem volt az így a fejünkben, mert nem mondták nekünk amúgy, hogy kasszázni kell. Kávéfőzésről volt szó, meg kenyérsütésről. Főleg kenyérsütésről. Na most ebből a kettőből csak egyetlen egy teljesült. Igen. Kenyert egyáltalán nem sütöttünk. Igen, mert azt a hajnali műszak sütötte valami igen. Hajnali öttől, úgyhogy szerencsére nem sütöttünk. Közel álltunk a kenyerekhez, de nem raktuk be őket a kemencébe. Nem, így eladtuk őket, amit eladtuk már őket. Megsütött a hajnali műszak. Nem, mi jellemzően 13-kal kezdtünk, és 2 nap volt, amikor 8-kor, szóval, hogy ilyen szempontból a hajnalozás, azt most nem kellett megtapasztalni. Amúgy korábban a cateringben én elég sokat ilyen hajnali egy is volt, meg tényleg nagyon össze-vissza kezdések. Akkor azt bírtam, úgyhogy emiatt ettől például nem féltem, de azért örültem, hogy délutáni műszakban voltunk főleg, mert azért nekünk igen. Ez jobban
Hát sokkal jobban feküdtem, kényelmesebb volt, bánnak. Nagyon kényelmes volt, tudtunk így amúgy dolgozni is amúgy esténként, vagy mondjuk nem tudom, megkajáltunk ilyen 10 óra környékén, tehát hogy úgy kényelmes volt, hogy nem kellett korán kelni, fölkeltünk kényelmesen, ezért megmostuk arcunkat, felöltöztünk, franc tudja, és tényleg csak így kényelmesen megérkeztünk, és mindenféle fajta fáradtság nélkül így belevágtunk a dolgokba. Na de mibe vágtunk bele? Tulajdonképpen volt egy biobolt, ahol rengeteg élelmiszert lehetett megkapni, illetve volt fagyi, volt egy csomó hűtő, vagy hát nem sok hűtő, hátul volt nagyon sok fagyasztó és hűtő, és elől ezt az egy darab hűtőt kellett folyamatosan feltölteni üdítővel és sörrel. A sör az nagyon fogyott. Szóval... Németek. Nem, hát alapvetően volt olyan hétvége, ahol meccs is volt, szóval nyilván ez értelmezhető, és esténként is nagyon fogyott a sör, úgyhogy ezt folyamatosan tölteni kellett, miközben egyébként folyamatosan kávét csináltunk, kasszáztunk, és ugye a boltot is tölteni kellett. Néztük, hogy mi az, ami mondjuk így üres, azt feltöltöttük, mármint áruval, mi az, ami piszkos, azt föltakarítottuk, mi az a hely, ahol mondjuk segítségre van szükség, megkérdeztük, hogy kell-e valami segítség, beálltunk oda segíteni. Tehát milyen mindenesek voltunk egy kicsit. Elpakoltunk, ide mentünk, oda mentünk, ezt csináltuk, azt csináltuk. Voltak bizonyos munka folyamatok, ahol sokkal több jelenlétre volt szükség, ilyen volt például a kasszázás, meg a kávékészítés, de tényleg úgy mindenbe egy kicsit úgy belefolytunk. És egyébként tényleg az volt, hogy első nap megérkeztünk, és akkor megmutatták a szállásunkat, ami egy ilyen retro lakókocsi volt, amiben a saját vízellátása és a saját lámpái nem működtek, úgyhogy egy darab villanykörténk volt estére világítani. De egyébként így tök jó volt, tehát mindenki egyébként, akinek így elküldtünk képet, az így szó szerint azt reagált, hogy ez egy sorozatgyilkos. De nem, amúgy nagyon, nagyon kényelmes volt, nagyon természetközeli volt, és egyébként nagyon szép tiszta, meg nagyon király. Egyébként közel volt a vizes blokk épületéhez, ahol mindenféle helységben voltak mosogatóhelység, meg fogmosóhelység, meg mosoda, meg nyilván zuhanyzó. Természetesen a napi fáradtsághoz azért hozzátett az, hogy egy kézmosáshoz is gyalogolni kell 150 métert. Igen, ez kényelmetlen volt, főként azokon az éjszakákon, ahol mondjuk ilyen 4 fokra lement a hőmérséklet. Hidegek voltak, azért valójában őszintén. De volt radiátor, igen, az nagyon-nagyon jó volt. És igen, retteltesen sok szúnyog volt. Még mindig vakarok egy-két szúnyogcsípést, nem tudom te, hogy vagy vele, de amúgy tök érdekes volt, mert az első napokon amúgy egyáltalán nem voltak aktívak. Uh-huh. Aztán, amikor megérkezett az első hullám az első hosszú hétvégén, akkor mintha én nem tudom, hogy felébredtek voltam, és akkor szarácsítek. Igen, szarácsítek egy tóparton voltunk egy természetvédelmi területen, szóval, hogy természetesen voltak szúnyogok. Nyilván. Szóval, hogy a legtöbb workaway host az nem ilyen lakókocsi szállást ajánl, hanem apartmant egyébként. Uh-huh. Tehát, hogy ez ilyen szempontból egy ilyen kicsit különlegesebb volt. Viszont ez egy természetvédelmi területen egy camping, és mi itt kaptunk meg egy telepített szállást. Úgyhogy ezért volt ez ilyen, tehát, hogy ez nem az általános egyébként. Uh-huh. Tényleg általában ilyen apartmanokat vagy szobákat ajánlanak megosztott uh-huh. konyhával. És igen, megmutatták, hogy akkor ez lesz. Itt van a konyhát használhatjuk, persze a mosoda is, hogy hol van, mindent így megmutattak, és amikor munkáról tettem fel a kérdést, akkor tényleg csak azt mondták, hogy majd holnap. Tehát, hogy ez nagyon tiszteletben volt tartva, hogy mettől meddig tart a munkaidő. Igen. Ez egyébként Németországban amúgy jellemző is. Igen. Nem is várták el tőlük, hogy mondjuk túllórázzunk, vagy valami. Sőt, ha valakinek segítséget megkérdezte, hogy most épp dolgozom-e. Igen, olyan is volt. És csak akkor kért segítséget, hogyha tényleg munkaidőm volt. Szóval ez nagyon tiszteletben volt tartva. Igen. Egyébként rendes munkaszerződéssel voltunk. Abszolút. És már a szerződés megkapásakor látszott, hogy hű. Hát itt hosszú listája van a jogainknak. Igen, tehát az első pontok azok a mi jogainkról szóltak. Tehát, hogy, tehát nem arról volt szó, hogy így van védve a munkáltató, és úgy van védve a munkáltató, az is benne van, de hogy úgy azért eléggé sok paragrafusban le volt fektetve az, hogy amúgy így mi is védve vagyunk. Például még ha influencer szerződést is kapunk, akkor is ott nagyon hosszú, hogy a megrendelő mit szeretne, de azt, hogy minket védjen bármi, azt már nekünk kell úgy belekínlódni a szerződésbe általában. Hát ezért ez ritkább, de előfordul. De azért hát az esetek felében nem áll. De lehet, hogy csak nekünk van rossz tapasztalatunk, szóval remélem, hogy nektek jobb van azért itthon. Le is lehetett tenni a munkát akkor, amikor nem voltak ilyen túlhúzások, meg jaj, még 5 percet maradjunk. Maximum abszolút. Mi húztuktól, de az már a mi dolgunk volt, az már mi felelősségünk volt, hogy volt egy kis lelkiismert érzetünk, hogy van az a rész, amit még kicsit ki kéne takarítani. Hát igen. És akkor egy kicsit ráhúztunk egy fél órán, de senki nem vette el tőlünk, és ez amúgy tök király. És itt most egy kicsit lepauszolnám ezt a kis eszmecserét, mert hogyha úgy érzed, hogy szükséged van még több ilyen tartalomra, mert
szeretne érezni másképpen, akkor iratkozz föl ránk, és lehet, hogy nem is lehet, biztos, hogy lesznek még ilyen videók szerintem, mert majd a végén beszélünk erről, hogy miért is, de igen, lesznek még ilyen videók, úgyhogy hajrá. Folytassuk azzal, hogy kikkel találkoztunk ez alatt a munka alatt, mert egyébként, ahogy mondtuk, voltak ott más workaway-erek, akik erről a platformról jöttek. Ennek őszintén így nagyon-nagyon örültem, mert hogy ez adta meg a legtöbb információt arról, hogy mit csináltunk eddig rosszul, hogy miért volt ilyen nehéz helyet találni, és hogy amúgy mire való ez a platform, mert hogy nem feltétlene arra gondoltunk, amire való, és az interjún is feltették ezt a kérdést, hogy amúgy mi mikortól vagyunk kint Németországban. Igen, és igen, ezt igen. Egy kicsit nem is értettük, hogy miért ezt? Hát azért megyünk ki, hogy itt dolgozunk. Igen, de amúgy valahogy nekem körvonalazódott amúgy. Lassan. Volt egy kis vázlat a fejem, hogy lehet, hogy így van, és akkor igazából beigazolódott. És amikor ugye a többiekkel már beszélgettünk, akik ott voltak, egyébként egy olasz, egy észtrác volt, és egy német lány. Ők világították meg, hogy tulajdonképpen ez a platform nem úgy működik, hogy te vállalsz egy melót, és akkor kiutazol, és azt csinálod, nem? A platform alapvetően olyanoknak van, akik 2-3 havonta váltják az országot, ahol vannak, és ez alatt elvállalnak munkákat. Tehát, hogy a többiek egyébként érdekes, hogy nagyon hasonlót meséltek, szóval az mindüknél megjelent, hogy nem akartak így bérelni egy apartmant azért, hogy aztán elmehessenek dolgozni, hogy feltartsák az apartmant, ahova azért járnak haza aludni, hogy aztán elmehessenek újra dolgozni, és ezt a körforgást ezt nem akarták. Az egyikük azért 30-as volt, a német lány az ugye az egyetem után még 3 hónapot érvényes volt a diákigazolványa, úgyhogy gondolta, miért ne elkezd utazgatni, aztán több mint egy éve csinálja már, igen. Mert hogy aztán nem hagyta abba, mert hogy ez így tökbe jött. És mondta, hogy biztos, hogy fejbe lőné magát, hogyha be kéne ülni irodába. De ez egy generációs dolog, szóval, hogy ugye az Z és az Y generáció is egyaránt is egyre erősebben. Igen, persze. Mi is érezzük azért. Hát te azért lehúztál 6 évet. Igen, de én azért érzem azt, hogy már lehúztam 6 évet. De, jó, igen, tudod, de az új generáció igazából meg hallja ezeket a sztorikat mindenki mástól, meg tapasztalja, meg látja is, és emiatt irtózik tőle, szóval ez is egy érdekes dolog. Egyébként tök keményen dolgozott ő is, tehát nem lustaságról volt szó. Bazd meg, hogy megemelte azokat a rohadt izéket, kocsikat, a kurva életbe. Bazd meg, ott szartam össze magamat némelyiktől, ő meg így... Egy kézzel így tolta el. Ja, ilyen vékony magas lány, és egyébként ez ilyen sörös üvegekkel teli kocsikat is simán mozgatta. Amit... Volt egy nagyon tapasztalt srác, az ész srác, ő nagyon-nagyon sok helyen jár, tehát hogy nem is tudom hány. Fú, rettetesen sok, tehát hogy neki így a workaway-en, a profilján így a térkép teljesen zöld, és így az azt jelenti, hogy hány helyen volt már. És hogy nagyon-nagyon hosszú lista volt arról, hogy hol önkénteskedett, és egyébként mesélt is, hogy csak így véletlenül beszélgetett egy lányjal egy ilyen helyi önkéntes munkán, aki mesélte neki, hogy hát lehet ilyet önkénteskedni, és hogy van fizú, meg Franciaországba kéne költözni, meg nem tudom, és az még nem workaway volt, hanem csak egy ilyen másik lehetőség. És azt véletlenül elvállalta, aztán amikor ez lejárt, akkor keresett mást, és akkor találta meg a workaway-t. Ez egy más életstílus. Ez egy nagyon-nagyon új világ, egy másik világ, igen, amiben most így betekintést nyertünk. A munka által is egy kicsit, illetve más emberek meséi és tapasztalatai révén. Szóval izgalmas kapu nyílt ki, hogyha ezt így nagyon pátoszosan tudom fogalmazni. És tekintve azt, hogy amúgy ezen a helyen, ezen az első workaway-es élményünkön mi mindent csináltunk, illetve mit hoztunk össze, mert mint kiderült, ezen a két hosszú hétvégén rekord mennyiségű ember érkezett a kempingre, és rekord mennyiségű összeg is volt be, amit ugyebár mondtak nekünk is, hogy ez nekünk is köszönhető, hiszen mi kasszáztunk, meg szolgáltattuk ki az embereket. Hát rettenetesen nagy siker volt ez a két hét. Igen. Nekik is, és nekünk is. Igen, az első nap voltak még kétségeim, hogy akkor most így elég jók vagyunk, aha, vajon elégedettek-e velünk. Amikor már munka közben megállítottak, hogy de ülj le enni. És ez nagyon... Nyugodjál már le egy kicsit. Ez nagyon nem oké, hogyha valaki ebből tudja, hogy jól dolgozik. Ez nem egy pozitív példa, de igen, tehát hogy aztán már elkaptak minket, hogy de üljünk már le egy kicsit, tartsuk egy kis szünetet. Sült krumplit, meg igen. Portát. Mert egyébként idővel beindult a konyha is, és Bence elkezdett sült krumplit sütni már utolsó napon. Tehát már ilyen kiterjesztések voltak, szóval, hogy folyamatosan voltak új feladatok. Igen, szóval, hogy volt egy kis kétség, de aztán ez egyre inkább átfordult abba, hogy nagyon dicsértek. És mindenki, aki ott volt így fixen, tehát akik nem workaway-erek voltak, külön-külön elmondták nekünk, hogy amúgy ők ezt így nem gondolták, hogy a nyelvi korlátot ennyire át lehet lépni, hogy amúgy mindenki beszél angolul, tehát a vendégekben se voltak biztosak. Azonnal váltottak így. Igen. Mindenki angolra.
és hogy két nap alatt bele tudtunk ebbe tanulni, bele tudtunk helyezkedni, hogy amúgy nagyon kevésszer kellett segítséget kérni, és jellemzően csak akkor, amikor valami egyedi probléma volt. Se tudtak a megoldást találni sokszor. Igen, hát voltak, nyilván egy kasszázással meg egy rendszerrel azért nagyon sok minden van. Tehát, hogy ott, aki ezt karban tartotta, annak nagyon sok munkája volt benne. Igen. Nyilván lesz majd olyan hely, ahol ez nehezebben fog menni, meg nem biztos. Tudom. De hogy most ez így elsőre egy nagyon jó löketet adott, hogy tényleg elégedettek voltak velünk, és helyt tudtunk állni, és még a nyelvi korlátot is sikerült így áthidalni. Úgyhogy ennek így igazán örültünk, és az utolsó előtti napon volt egy ilyen nagy közös vacsora, ahol az olasz srác ugye olasz tésztát készítette, a vezetőnő meg ilyen lencsés salátát, meg krumpli salátát nyilván Németországban, szóval, hogy ilyen helyi, mindenki egy kicsit így hozott, aki főzött egy kicsit otthonról, és közösen ugye megettünk egy vacsorát, és ott elmondták, hogy ez mekkora rekord, hogy most mi volt, mutattak statisztikát, hogy ez milyen durván kiugrás volt. Igen. Ez a két hétvége minden tekintetben, és mindenki mesélte arról, hogy mik voltak az ő pozíciójában a nehézségek, mert egyébként a recepciónak is el kellett bírnia, hogy becsekkoltad 600 ember. Tehát azért az is durva, amikor hatalmas. Ilyen kilométeres sorok álltak a recepció előtt, igen. Tehát az ott is rettetesen sok munka lehetett. És mindenki megérkezett este 10-kor természetesen egy hosszú hétvége előtt, és még éjfélkor láttam, hogy még égett a villany a recepción, szóval volt, és ez egy kicsit ilyen csapattá faragott így minket, ami nagyon furcsa élmény volt, hogy két hétre ott vannak emberek, meg kollégák, akikkel így esténként tök sokat beszéltünk, aztán egyszer csak így elbúcsúztunk, és többet nem dolgozunk itt, és többet nem vagyunk úgymond kollégák, meg mindent, tehát hogy ez ilyen, volt benne egy ilyen nagyon furcsa és szomorú, hogy ez így elég, hogy ilyen otthon érzetel így legyen. Ez egy szomorú búcsú volt, igen. Attól függetlenül amúgy, hogy nyilván azért elfáradtunk, az én lábam is egy kicsit azért, hogy begyulladgatott, már vége fele járt, hogy így baznak pihenjél már egy kicsit ember. De ettől függetlenül azért tényleg szomorú volt, ahogy Erzsi is mondja, hogy már nagyon megszoktuk a dolgokat, mert már kapásból tudtunk mindent, hogy hol van, hol kell keresni, hogyha valaki kérdez valamit, azonnal mondjuk, hogy merre van, már tudjuk. Aztán tényleg így eljöttél, és mehetsz az új helyre, ahol teljesen más tapasztalat van, és teljesen más dolgokat kell, és megint más kell felépíteni. Ettől függetlenül borzasztóan jó élmény volt. Ez volt az a pont, az volt az az esemény, ami sokkal több bátorságot adott nekem arra, hogy menjünk tovább. És csináljunk még több ilyet. Amúgy ezt abszolút látom, mert hogy előtte így még az interjúkra is egy kicsit ilyen nyögvenyelősen megfélve. Igen, persze. És hát főként nem szálltál be. De amint így már ott voltunk egy pár napja, meg elkezdted élvezni, elkezdted az adatlapunkat is fejleszteni. Mert ugye igen. Közös adatlapunk van, tehát hogy lehet egyébként egy személyes adatlapja valakinek, meg ugye olcsóbb a páros membership. Uh-huh. Ez barátokkal, vagy párral, vagy bárkivel, testvérrel lehet. Tehát két személyre így olcsóbb, úgymond. A miénk egyébként ilyen, és hogy ezt elkezdted, akkor nagyon, nagyon nagy erőkkel fejleszteni. Kitöltöttem az összes, kitöltöttem az összes országot, ahol jártunk, próbáltam frissítgetni ott a szövegben, töltöttem fel képeket, tehát hogy azért én is most már megpróbálom beleadni az én részemet. Köszönöm előtte, tényleg hónapokig azt nem, kicsit így, mert ki vagy belőle. Nagyon ki vagyok, hát, tudom, hogy nem volt sikerélmény. Nem volt sikerélmény, főleg úgy, hogy nyilván láttam, hogy te is nagyon idegeskedsz miatt, én meg nem akartam ugyanúgy idegeskedni miatta, mert hogyha amúgy jobban belefolytam volna. Nem ez a jó volna, szó, tehát nem idegeskedni, csak inkább... Hát csak csalódott voltam. Hát rendszeres kudarc. Én biztos, hogy ideges lettem volna. Jó, akkor inkább így mondom. Egyébként, hogyha ki szeretnétek próbálni, akkor lerakjuk a meghívónkat a leírásba, mert elvileg egy hónap membership ingyen jár vele, hogyha valaki szeretne elkezdeni írogatni, vagy kipróbálni, hogy milyen. Kicsit tanulva a mi hibánkból is, más oldalakat is érdemes egyébként megnézni, csak hogyha ez van, akkor kaptok rá egy kis ingyenes bónuszt, hogy kipróbálhassátok. Remélem működik. Abszolút azt gondolom, hogy lehet ebből egy kicsit így épülni, lehet ebből kicsit megújulni, és lehet ebből nagyon sok munkatapasztalatot szerezni például. Nem csak munkatapasztalatot. Tehát, hogy itt rettetesen sok emberrel ismerkedhetsz meg. Igen. Rettetesen sok kultúrát ismerhetsz meg. Más igen, más helyeket fedezhetsz fel. Olyan helyeket, ahol nem is gondolnád amúgy, hogy ott valaha is járni fogsz, mert nem az első gondolatod, hogy na én oda el akarok menni abba a kempingbe, mert nyilván Párizsba akarok elmenni, meg Rómába akarok elmenni, de most ott vagy egy német kempingben, ami csodálatosan szép, elképesztően nyugodt, tele van fantasztikus emberekkel, és olyan dolgokat fedezhetsz fel, amiket nem feltétlen gondolnál rá, hogy azt te meg akartad volna ismerni, de mégis megismerted, is baromi jó élmény. Szóval egy kicsit kiszakít így a mindennapi mókuskerékből,
kis kalandot ad. Baromira tudom ajánlani mindenkinek, de mondhatjuk szerintem ezt többet számban. Ez főleg annak, aki ezt így megteheti. Mert nyilván tudjuk, akinek fixálása van, annak ez így nagyon elérhetetlen, hiszen nem tudja ott hagyni a fixálását. Nem feltétlen, tehát hogy azért ezt ne temesd azonnal. Én igazából csak azt tudom erre mondani, hogy aki meg tudja tenni, és gondolkozik hasonlóban, és tényleg egy kicsit ki akar szakadni, akkor tegye meg. És én álmomra sem gondoltam volna azt, hogy ennyi mentális energiával fog engem föltölteni. Én biztos voltam benne, de azért, mert én ezt már megtapasztaltam, és nagyon reméltem, hogy neked is tetszeni fog, de én majdnem biztos voltam benne, hogy igen. És hogy tényleg nagyon felvillanyozott, láttam a kasszázás, meg hogy emberekkel, folyton embereknek így adod a cuccokat, meg boldogát teszed őket, szóval ez látszott, hogy nagyon élvezed. Én reméltem, megsejtettem, de azért örülök, hogy így lett. Szóval reméljük, hogy tetszett ez a kis összefoglalónk, egy kis élménybeszámolót tudtunk adni nektek, hogyha gondolkoztok hasonlóban. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve ha szeretnél még tőlünk hasonló videókat látni, akkor iratkozzatok fel ránk. És kövessetek minket egyéb más platformokon is, mint az Instagramon, a TikTokon, vagy az új Kultúrx Plus csatornán, szóval tényleg most már nagyon sok helyen lehet minket követni, és találkozunk a legközelebb. Sziasztok!